Ma már köztudott, hogy a klímaváltozás miatt Magyarországon is számos új kártevő és betegségterjesztő rovar és szúnyogfajta jelent meg. Az ellenük történő biológiai védekezésben óriási szerepe van azoknak az állatoknak, például a fecskéknek, melyek természetes úton csökkentik ezek számát. Beszédes adat, hogy egyetlen fecske mindössze egy költési időszak alatt legalább 1 kg rovart fogyaszt el. Ezért is szomorú, hogy drámaian csökken a hazai fecskefajok száma. Szerencsére egyre többen próbálnak megoldást találni a problémára, és segíteni ezeknek a hasznos és hazánkban egykor mindenki számára oly kedves madaraknak. Az országban egyre több helyen, így Székesfehérváron is helyeznek ki műfecskefészkeket. Van más módja is annak, hogy segítsünk a fecskéknek, ráadásul nagyon is egyszerűen, könnyen megvalósítható. A hetek óta tartó szárazság ugyanis számukra is sok nehézséget okoz, mivel nem találnak maguknak sarat, amiből megépíthetnék, illetve tatarozhatnák a fészkeiket. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ezért azt javasolja, hogy a meglévő természetes és a kihelyezett mesterséges fészkek közelében minél több helyen létesítsünk sárgyűjtőhelyeket. Ezeket április első felétől legalább május végéig, folytatódó aszály esetén pedig a másodköltés kezdetekor, június végétől néhány újabb hétig érdemes működtetni. A legkézenfekvőbb megoldás, ha kisforgalmú utak földes patkáján, gyártelepek udvarán, slag vagy vödör segítségével asztalnyi területet jól beiszapolunk, addig locsoljuk a vizet, amíg a talaj többet már nem tud beszívni. Ilyen sárgyűjtőt egyébként a kertben is létesíthetünk, de ha nem szeretnénk tönkretenni a gyepet, alkalmazhatunk tálcás sárgyűjtőhelyet is, amely erkélyen, tornácon is használható.